Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csizmadia Anna elnöki titkárságvezető, Perpauer Attila, az MNT tagja, és Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának az elnöke, valamint Kislinder Gábor községi elnök jelenlétében a Bambi iskoláskor előtti intézményhez tartozó Zentai úti Nyuszika óvoda 20 végzősének adták át az iskolatáskákat. Láttad már ezt a táskát, ugye, amit majd kapni fogtok, ehhez mit szólsz? Jó. Jáson, te most készülsz ugye az iskolába. Fáj a szíved, hogy el kell búcsúzni az óvodától? Nem. Örülsz, hogy iskolába mész majd? Igen. És itt majd azt hiszem, hogy egy nagyon szép iskolás táskát is kapni fogsz. Ahhoz mit szólsz? Kíváncsi leszek, ha majd meglátom a táskát. Majd legalább meglátjuk, hogy milyen lesz. És apa mit mesélt neked az iskoláról? Mesélt már valamit? Azt mondta apa, hogy az iskola nagyon jó. Zoltán, te örülsz-e annak, hogy itt kell hagyni ezt az óvodát, ami úgy nézem, hogy egy elég kellemes környezet azért? Igen. És most jön az iskola, ugye ez egy újabb kihívás, gondolkodtál már azon, hogy mi lesz majd az iskolába? Még nem. Ráérsz még, ugye most jön a nyári szünet, de mit szólsz ahhoz, hogy ilyen szép iskolás táskákat osztanak itt? Kíváncsi vagyok, hogy milyennek lesznek. Ez jó dolog, ugye? Igen. Sok sikert neked az iskolába. Köszönöm, nagyon köszönöm. Hogy a gyerekek ilyen útravalóval kezdhetik majd meg az iskolát. Hát ez hatalmas segítség a mai világban, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a hírt, hogy kapnak a útravalót. Tulajdonképpen ugye a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül ezt az anyaország ajándékozza, tehát így is lehet tekinteni, ugye, hogy szimbolikusan is egy nagyobb szép gesztus, de ugyanakkor anyagilag sem elhanyagolható segítség. Én pontosan erre gondoltam, hogy anyagilag is, és nagyon köszönjük persze Magyarországnak is, hogy támogat bennünket. Kérünk akkor anyától egy bemutatkozást, hogy hívják ezt a kislányt, és hogy készül-e már az iskolába? Bocsán, a Zsófiának hívják, és nagyon várja már az iskolát, nagyon örülök. Tényleg nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy a Magyarország, Magyar Állam gondol a külhoni magyarok gyerekekre. Csáky Csongor elmondta, hogy mára a Magyar Nemzeti Tanáccsal sikerült egy nagyon szoros együttműködést kialakítani. Vajdaságot sikerült bevonni abba a programba, amit magyar iskolaválasztási programnak neveznek. Ennek pedig több eleme van. Egyrészt az újszülöttek köszöntése, aztán az óvodások és az őszüleik megszólítása annak érdekében, hogy jól döntsenek, amikor a 6-7 éves gyermeküket bevezetik valamelyik iskola ajtaján. Csáky Csongor bejelentette, hogy idén ez a program azzal bővült, hogy minden gyermek, akit szülei magyar iskolába íratnak, egy új és minőségi iskolatáskát kap. Vajdaság szerte mintegy 1500 iskolatáskát osztanak szét ezekben a napokban. Minden olyan gyermek megkapja, aki ősszel magyarul kezdi az első osztályt. Azt is elmondta, hogy szeptemberben minden első osztályos 10.000 forintos ösztöndíjra is számíthat. Csáky Csongor van itt, tehát a Rákóczi Szövetség képviseletében, és hallhattuk az imént, ugye, hogy ez a szervezet, illetve ön személy szerint is büszke minden olyan vajdasági magyar szülőre, aki magyar óvodába, illetve magyar iskolába íratja a gyermekét. Ez valóban így van, a Rákóczi Szövetségnek a hitvallása, az, hogy azok a gyermekek, akik magyar családban születnek, beszélik a magyar nyelvet, ők később magyar iskolába tudjanak lépni, magyar intézménybe járjanak, és ezért a Rákóczi Szövetség igazából most már több mint másfél évtizede próbál a maga eszközeivel tenni azoknak a családoknak, akik egyébként is meg vannak győződve a magyar iskola választásról. Őket ebben szeretnénk megerősíteni, azokat a szülőket, családokat, akik pedig haboznak, vagy akár vegyes családban élnek, őket pedig szeretnénk meggyőzni arról, hogy mind a gyermekük, mind a közösségük szempontjából az a leghelyesebb, ha magyar iskolát választanak. És hát ennek érdekében a Rákóczi Szövetség évről évre különböző programokat bonyolít. Igyekszünk ma már gyakorlatilag az születés pillanatától megszólítani azokat a családokat, ahol gyermek született egy szimbolikus babanaplóval. Amikor óvodába járnak a gyerekek, akkor rendszerint a karácsonyi adventi időszakban igyekszünk egy jelképes ajándékot küldeni a szülőknek, pedig néhány olyan gondolatot, amivel igyekszünk őket afelé terelgetni, abban erősíteni, hogy amikor majd oda jutnak, hogy iskolát kell választani, akkor
jó ajtón vezessék be a gyermeküket, és idén első ízben sikerült ezt a Magyar Iskola Választási Programot a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően kiterjesztenünk egész Vajdaságra, és így ennek révén első ízben tudunk most tavasszal, amikor lezajlottak a iskolai beiratkozások, a hivatalos iskolai beiratkozások, egy iskolatáskát ajándékoznunk minden olyan kisfiúnak, kislánynak, akit a szülei ebben a jó döntésben részesítettek, és hát örülünk, hogy ma itt Vajdaságban Magyar Kanizsa és Zenta mellett Topolyára is eljutottunk, de nem csak mi, hanem nyilván majd az itteni partnereink, az itteni intézmények vezetői és munkatársai a következő napokban mintegy 1500 vajdasági magyar iskolát választó családnak, illetve gyermeknek átadják ezt a táskát. És hát elhangzott itt az az ígéret is, ugye, hogy ezzel a táskával nem merül ki ez a nem csupán szimbolikusnak nevezhető segítség, hanem őszre, amikor kezdődik az iskola, akkor újabb segítségre számíthatnak a szülők, és természetesen rajtuk keresztül ugye a kisdiákok. Sokkal inkább egy odafigyelésnek nevezném ezt az ösztöndíjat, amire utaltam. Gyakorlatilag évről évre a Rákóczi Szövetség egy nagy összefogás keretében magyarországi magánemberek, önkormányzatok, jóérzésű magyarok összefogásával létrehoz egy olyan ösztöndi alapot, amelyet igyekszünk úgy a felvidéken, Kárpátalján, Erdély bizonyos részein és itt a Vajdaságban átadni, eljuttatni minden olyan családnak, akinek a gyermek a magyar iskolát megkezdi. Ezeket az ösztöndíjakat rendszerint személyesen adjuk át, kisebb iskolai ünnepségek keretében, ha ott vannak a gyermekek mellett a szülők, a nagyszülők, és meg tudjuk osztani egymással örömünket, hogy a közösségnek van hite a jövőben, és hogy ezt a hitét a nagyobb közösség, az anyaországi közösség igyekszik méltányolni, elismerni, és a nemzet összetartozását ilyen módon is kifejezni és érvényre juttatni. Jarasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának az elnöke megköszönte a szervezet elnökének azt az odafigyelést, amellyel a vajdaságiakat illeti. Megköszönte a szülőknek is, hogy magyar iskolába íratták gyermekeiket, hangsúlyozva az anyanyelvű oktatás fontosságát. Tehát akkor kezdjük is azzal a beszélgetést, hogy itt a Topolyán, a Zentai úti óvodában most 20 kisgyermek kapta meg ezt a iskolatáskát, de Vajdaságban minden olyan magyar gyermek megkapja, akit magyar iskolába írattak. Így van, a Rákóczi Szövetség jóvoltából mintegy 1450 iskolatáskát fogunk szétosztani az elkövetkezendő napokban, illetve a jövő héten. Tehát minden olyan kisgyermek, aki első osztályt kezdi meg szeptemberben, meg fogja kapni ezt az iskolatáskát, akit természetesen szülei magyar nyelvű általános iskolába írattak. A Rákóczi Szövetség ebben az évben terjesztette ki programja itt a Vajdaság egész területére. Az előző években olyan közösségekben valósultak meg a programok többségében, ahol szórvány közösségek élnek, most pedig ettől az iskolai évtől minden gyermek részesül a Rákóczi Szövetség programjaiban. A Magyar Nemzeti Tanács 2013 óta ápol nagyon-nagyon szoros kapcsolatot a budapesti székhelyi Rákóczi Szövetséggel, és elmondhatjuk, hogy az elmúlt 6 évben nagyon-nagyon sok sikeres programot tudhatunk magunk mögött. Szinte úgy alakítottuk ki a programjainkat, hogy egymást kiegészítsék, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség is fontosnak tartja a gyermekek anyanyelvű oktatását és a magyar családoknak, szülőknek, illetve gyermekeknek a segítését a magyar nyelvű oktatás mentén, és a gyermekek, mikor iskoláskor előtti korosztályú csoportba járnak, akkor megkapják a Rákóczi Szövetség csomagját. Ebben az évben egy Mátyás Királyos könyvet osztottunk ki február hónapban, illetve a mai napon itt a Nyuszika óvodában, Topolyán megkapták a gyermekek az iskolatáskát. 12 legény és 8 kislány, de Topolya község területét nézve 140 leendő elsős fogja napokban megkapni ezt a nagyon-nagyon értékes iskolatáskát. A szeptemberi hónap első napjaiban a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagját fogják készhez kapni a gyermekek, amely egy gazdag, értékes csomagot jelent, ami minden tartalmaz, amire a leendő elsősöknek, illetve a kisgyermekeknek szükségük van első osztályban. A Rákóczi Szövetség pedig az ősz folyamán vissza fog térni, és kiosztja az elsősöknek az iskolakezdési ösztöndíját, amely 10 000 forint értékű ösztöndíjat jelent, de számos olyan
olyan program lesz még a gyermekek iskolás évei alatt, amely a Rákóczi Szövetség, illetve a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében fog megvalósulni, hiszen táborokat, tanulmányi utakat, versenyeket fogunk szervezni mind az általános iskolásoknak, mind a középiskolásoknak, mind pedig az egyetemistáknak. Hey! Go to the night!